80 évvel ezelőtt borult lángokba a Don partja. Bár a magyar királyi második honvéd hadsereg katonái még a sokszoros szovjet túlerő ellenére is hősies helytállásról tettek tanúbizonyságot, a védelem összeomlott, a magukra maradt honvédeknek nem maradt más, mint a lehetetlent is leküzdve hazajutni. Értük gondolt a lélek harang. Példaértékű kitartásukra, áldozatvállalásukra és hősiességükre 8 évtizeddel később is emlékezzünk el. Erről Szalai Bobrovnicki Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere beszélt a Doni Hősök emlékére szervezett megemlékezésen Budapesten, a Szent Háromság téren. Két kötelességünk mindenképpen van a Doni Hősök előtt. Az egyik, hogy emlékezzünk és méltassuk őket. Méltatnunk kell a helytállásukat, emlékeznünk kell arra, hogy a legdrágábbat, az életüket adták. 1943. január 12-én, pontosan 80 évvel ezelőtt a Vörös Hadsereg harcfelderítő vállalkozásnak indult, de rendkívül sikeres offenzívába csapó támadása egy mindent elsöprő katasztrofális vereséget hozott második Magyar Királyi Honvéd Hadseregnek. A magyar katona itt is, ekkor is hősiesen helytállt. A megcsonkított ország teljesítő képességével arányosan elégtelenül felszerelt és az országhatáron kívül ködös célokért bevetett katona is jól harcolt. A legjobb háború a soha meg nem vívott háború. A soha meg nem vívott háború pedig úgy áll elő, hogyha okos diplomáciával, gazdasági manőverezéssel, szövetségkötésekkel és minden egyéb módon elkerüljük a háborút. De ahhoz, hogy elkerülhessük a háborút, ehhez elrettentő előre. Egy olyan modern, jól felfegyverzett, kiképzett haderőre van szükségünk, amely semmi más lehetőséget nem hagy, mint a tárgyalásokat. Közösen kell dolgoznunk azon, hogy a Doni magyar hősök emléke szemünk előtt lebegve egy új magyar haderő felépítésével biztonságot és békét adhassunk a magyar embereknek. A rendezvény részeként Ruszin Szendi Romulus altábornagy, a honvéd vezérkar főnöke átadta a 23. Doni Hősök emléktúra menetparancsát, amellyel hivatalosan is útjára indult a hagyományőrzők, az aktív és tartalékos katonák, valamint a civil csatlakozók alkotta emlékmozgalom. A parancsot Jászdi Balázs katonai hagyományőrző főhadnagy, az emléktúra ötletgazdája vette át. A megemlékezést, amelyen jelen voltak a honvédelmi tárca államtitkára is, a Mátyás templomban tartott szent mise követte. Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök imádságában rámutatott arra, hogy a Doni hősök valamennyien kiontott vérükkel írták be magukat nemzetünk történelmének nagykönyvébe. Éppen ezért kötelességünk emlékezni rájuk. Nem szabad elfelednünk a magyar királyi második honvéd hadsereg katonáit, akikről több évtizedig nem is lehetett beszélni, vagy ha igen, akkor megalázó módon nyilatkoztak vagy írtak róluk. Az emlékezet továbbá azt is jelenti, hogy fáradhatatlanul, évről évre, őszinte szívvel és éber lélekkel kell fejet hajtanunk katona elődeink előtt, hogy a mostani és az új nemzedékek előtt ne merüljenek feledésbe a múlt történései, amelyekből tanulékony lélekkel ösztönzést nyerhetünk saját korunk és a jövő építésére. De nem szabad engednünk annak a kísértésnek sem, hogy mivel sok idő telt már el, 80 év, ezért a jövőbe kell nézni, és nem a múltba. Mi ezt nem tehetjük meg, hiszen nem tudunk a jövő útján járni anélkül, hogy ne emlékeznénk a múltra, mert nem tudunk igazán növekedni világos emlékezet nélkül. Berta Tibor hozzátette, hogy a magyar királyi második honvéd hadsereg katonái aggodalommal és félelemmel a szívükben engedelmeskedtek a katonai eskünek, de kötelességtudattal indultak el, hogy teljesítsék katonai szolgálatukat. Azt gondolták, hogy családjukat óvják, nemzetüket oltalmazzák, hazájukat védik. A rájuk való emlékezés hozzásegíthet bennünket a helytálló és áldozatokat vállaló katonai szolgálat megbecsülésének elismeréséhez,
amelyhez úgy lehetünk igazán méltók, ha mi is minden körülményekben emberek tudunk maradni, mert ez az igazi győzelem, a békesség diadala a háború fölött.